Üdvözlet mindenkinek, szervusztok! Földi Péter vagyok, és ez a második része annak a videósorozatnak, amelyben Python segítségével oldunk meg olyan problémákat, amiknek köze van a fizikához. Mindjárt az elején szeretném elmondani, hogy az előző alkalommal megígértem, hogy nagyon szép ábrákat fogunk készíteni, két irányban rezgő rendszereknek a mozgásáról. Ez tényleg nagyon szép, de most végig gondoltam egy kicsit, elképzelhető, hogy a mai alkalommal nem jutunk el odáig. De egyrészt, ami késik, az nem múlik, másrészt cserébe ebben a videóban megtanuljuk, hogy hogyan lehet Python segítségével mozgóképet, azaz videót készíteni. Szóval ez egy olyan videó lesz, amiben videót gyártunk. De mielőtt ebbe belevágnánk, talán érdemes átszaladni az előzményeken. Nézzük is gyorsan. Tehát az előző alkalommal a mozgásegyenlettel foglalkoztunk egy dimenzióban, formálisan ez itt látszik, és ugye azt mondja, hogy egy testnek a gyorsulása az arányos ráható erőknek az eredőjével. Ezt az eredő kérdést nem nagyon vizsgáltuk akkor, de majd a későbbiekben sor kerül rá. Értelmeztük ugye a sebességet, a gyorsulást, és megmutattuk, hogy hogyan lehet ezt a mozgásegyenletet számítógéppel numerikusan megoldani. Azt csináltuk, hogy az időtengelyt egyenlő nagyságú, elegendően kicsi delta t intervallumokra osztottuk, és megmutattuk, hogyha egy adott időpillanatban tudjuk, hogy hol van a test, mi a koordinátája, illetve mi a sebessége, mekkora erőhat rá, mi a, ugye a gyorsulása, akkor egy egyel későbbi időpillanatban ezt meg tudjuk határozni, ugyanezeket az adatokat. Erre konkrét módszert adtunk, ez volt ez az Euler-ról elnevezett eljárás, és alkalmaztuk egy rugóhoz rögzített test esetén, ahol a X-tengely origóját praktikusan úgy rögzítettük, hogy olyankor nyújtatlan a rugó, tehát ettől az origótól való eltérés esetén a testre ható erő az arányos a kitéréssel, illetve de negatív előjellel, tehát F egyenlő mínusz D szer X, szóval a D az valamilyen rugó állandó. Azt is mondtam akkor, hogy ez az Euler módszer, bár nagyon szemléletes, nem nagyon alkalmas praktikus számolásokra. Tehát ma sem fogom tudni megmutatni azt, hogy mi az igazándiból a hiba, vagy papíron, ceruzával hogyan mutatható meg, hogy ennél fejlettebb módszerek azok pontosabbak, sőt, ezek az oszcilláló rezgő rendszerek, ezek elég engedékenyek, tehát még olyan szempontból sem fogjuk tudni hibán kapni az Euler módszert, hogy jellegében más megoldást ad, mint mondjuk egy kifinomultabb módszer, de talán mondjuk esztétikai alapon meg tudjuk beszélni, hogy mi lehet ezzel a probléma. Ha valakit érdekel, akkor a Runge-Kutta módszernek, ami egyébként két német matematikusról kapta a nevét, szóval ennek a Wikipédia honlapján megtalálhatja a leírását annak, hogy mi az oka tényleg analitikusan papíron, ceruzával, hogy vannak jobb módszerek is, de ők sem tudták kikerülni azt, hogy az ismeretlen függvényeket, tehát a koordinátát, illetve a sebességet valamilyen hatványsor alakjában keressék, és ez egy olyan matematika, ami nem ördöngőség, de nem gondolom, hogy nekem kell most itt nektek megmutatni, meg hát a játékos sem tesz hozzá sokat. Szóval visszatérve magára az Euler módszerre, itt most a koordinátát rajzoltam föl, hogyha ennek az idő fejlődését mondjuk egy ilyen görbe mutatja, akkor maga az Euler módszer lényegében azt csinálja, hogy az ijedik időpillanatban számolja ki a sebességet, és hát ebből következtet arra, hogy az i plusz egyedik időpillanatban hol lesz a test. Talán esztétikailag is érezhető, hogy ennél sokkal kellemesebb lenne, hogyha a intervallum felező pontjában tudnánk kiértékelni a sebességet,
illetve a gyorsulást, és hát az a másodrendű Runge-Kutta módszer, amit majd mindjárt mutatok numerikusan is, az pontosan ezt csinálja. Tehát először kiszámolja ezt a segédpontot, tehát hogy a felező intervallum felező pontjában mi a koordináta, illetve a sebesség, majd ennek segítségével határozza meg azt a koordinátát, illetve sebességet, amivel tulajdonképpen a teljes lépést megteszi. Ezáltal egy plusz számolást végez, tehát kiszámolja ezt a közbülső pontot, cserébe sokkal pontosabb lesz az eljárás, mindjárt meg is mutatom, hogy ez hogy látszik a mi példánkon. Itt van tehát ez a rugóhoz rögzített test, ami abból látszik, hogy az erő továbbra is mínusz d-szer x, csak most ebben az esetben a mozgásegyenlet megoldására a másodrendű Runge-Kutta eljárást használom, amit középponti vagy angolul midpoint methodnak is hívnak. Szóval itt az történik, hogy mind az x-ben, mind a v-ben kiszámoljuk a intervallum közepéhez tartozó lépéseket, majd ennek segítségével lépünk tulajdonképpen át az egész intervallumon. Ezen kívül a korábbiakhoz képest két változás történt ebben a rutinban. Először is minden időlépésben itt kiíratom, hogy mennyi az energia. Az ugye egy-kettedemszer végnézet, a mozgási energia, plusz a rugalmas, ami egy-ketted d-szer x nézet. Erről tudjuk, hogy meg kell maradjon, és bármilyen numerikus számolásban nagyon hasznos, hogyha tudunk megmaradó mennyiséget találni, mert hogyha ellenőrizzük, hogy ez milyen pontosan marad meg, azzal információt nyerünk arról, hogy maga a számolás mennyire volt pontos. Emellett az is fontos lenne, praktikus szempontból is, hogy tudjuk, mennyi ideig tart a programunknak a futása. Itt most nem arra az időre gondolok, amit ezen a soron állítunk be, tehát hogy a rendszer szempontjából 20 másodperc telik el, itt konkrétan arra az időre gondolok, amit mondjuk a számítógép előtt ülve ki kell várnunk, hogy megjelenjen az eredmény. Ezt úgy tudjuk könnyen kiszámolni, hogy először is beírjuk ezt az import sort, majd a program legelején lekérjük az időt, azt elmentjük egy start nevű változóba, illetve az értelmes számolások, vagy a lényegi számolások végén újra elmentjük az időt stop nevű változóba, és a program legvégén a kettő különbségét kiíratjuk. Ez másodpercben fogja az időt, a futásidőt nekünk megadni. Hát ahhoz, hogy ne túl kis időket mérjünk, érdemes ezt a 20-at 200-ra változtatni mindkét esetben, és akkor vizsgáljuk meg, hogy mit kapunk eredményül. Ez a Runge-Kutta eset, 0,077 ezred másodperc, ez pedig az Euler, ami 0,067. Itt valamivel kevesebb, de nem nagy a különbség. Ami tulajdonképpen érdekes, mert a Runge-Kutta esetén sokkal több számolást végeztünk. Ennek az oka pedig az, hogy amikor az időt mértük, abba belemértük nem csak a nyers számolást, hanem ezt a kiíratást is, ami nagyon hasznos volt, mert láttuk belőle, hogy valóban a Runge-Kutta eljárás sokkal pontosabb, az energia legalább 3-4 tizedes egyel pontosabban van az 1-2 környékén, a 0,5 környékén, amennyinek lennie kell, de hogy képet kapjunk pusztán arról, hogy a számolás mennyi ideig tart, én ezeket a sorokat most kikommentálom, és újra futtatom. Ez volt az Euler, ez pedig a Runge-Kutta, és látszik, hogy az egyik az 18 ezred másodperc, a másik pedig 27, és most már az van, hogy a pontosabb eljárás tart tovább, ami teljesen természetes. Akkor itt most egyrészt megtanultuk azt, hogy lehetőség szerint, ha nem tesztelünk, akkor ne írassunk ki a számolás során, mert az soká tart. Másrészt pedig látjuk azt, hogy a pontosság árát futási időben fizetjük meg, ami teljesen általános dolog numerikus számolások esetén,
És hogy most itt ezred másodpercekről beszéltünk, de ez lehet akár napok vagy hetek kérdése is, és ilyenkor, mint minden drága holmi esetén, érdemes elgondolkozni azon, hogy tényleg szükségünk van-e arra. Például, hogyha egy, nem tudom, egy gerendának a vastagságát kell kiszámolnunk, amit egyébként általában egy építész kinéz szépen a segédletből, de mondjuk, hogy ez egy nagyon érdekes anyag, furcsa a geometria, tehát számolni kell, és hát ilyenkor az ember meggondolja azt, hogy maga a nyers statikai számolás után majd azt fogja mondani, hogy de hát eshet a hó, fújhat a szél, tehát az egész eredményt meg fogom szorozni másféllel, biztos, ami biztos. Hát ilyenkor nyilvánvalóan nem érdemes 7-8 tizedesét pontossággal számolni, ugyanakkor elképzelhetőek, főleg tudományos számolások, számítások, amikor egy nagyon erős effektusra rakódik rá egy kimondottan gyenge, és nagyon-nagyon pontosan kell számolni, mert minket ez a gyenge effektus érdekel. És hát végül azért hasonlítsuk össze közvetlenül is a két eljárást. Itt tulajdonképpen az előző két fájlt másoltam egybe, és majd az energiát fogjuk az idő függvényében felrajzolni. Le is futott, az ábrának kék tartozik a Euler eljáráshoz, a narancssárga görbe pedig a Runge-kutához, és tényleg valóban látszik, hogy a második az sokkal pontosabb. De azt hiszem, most már elég sokat beszéltünk a pontosságról, meg különféle eljárásokról. Itt az ideje, hogy videót készítsünk. Ehhez azért ne használjuk már pontosan ezeket a modelleket, amik eddig voltak. Legalább valamilyen fékező erőt kapcsoljunk be, mert az mégiscsak hihetőbb és realisztikusabb, mint az eddigi modellek. Hát itt jellemzően két dologra gondolhat az ember. Az egyik a közegellenállás, a másik meg az egyszerű súrlódás. Mind a kettő a sebességgel ellentétes irányú. A közegellenállási erő az egyszerűen mínusz gammának írom, szor a sebesség, ahol hát a gamma együttható az elsősorban a homlokfelület nagyságától függ, de hát az alaktól is. Itt lehet arra gondolni, hogy áramvonalasak a versenyautók, vagy a repülőgépek, és így tovább. A súrlódási erő pedig egyszerűen, ugye azt tudjuk, hogy műször emszer g, tehát műször súly alakba szokás írni, ahol a mű, hát attól függ, hogy milyen a két felület, jellemzően nem függ a felület nagyságától. És itt meg lehet kérdezni persze, hogy mi a helyzet a tapadással, de mindenki gondoljon bele, hogy mennyire nehéz lenne ebbe a modellbe bele integrálni azt, hogy időnként egy-egy időpillanatra megáll a test, és akkor tapadási súrlódás lép föl. Szóval maradjunk annál, hogy tulajdonképpen a mű most állandó, függetlenül attól, hogy mozog vagy nem a test. És akkor nézzük meg, hogy ezt hogyan lehet implementálni a mi modellünkben. Hát ez lényegében annyit jelent, hogy az erőhöz itt hozzáadjuk a közegellenállást, ami a könnyebb, mínusz gammászor v, illetve a súrlódási erőt, aminél hát tulajdonképpen arra kell figyelni, hogy a sebességgel ellentétes irányú legyen, ezt a mínusz előjelit biztosítja. Ez a cosine függvény pedig azt csinálja, hogy a második argumentum, az ott esetben a sebesség előjelét átmásolja az elsőbe. Tehát tulajdonképpen ez plusz egyet vagy mínusz egyet ad vissza, attól függően, hogy a sebesség előjele mi volt. És akkor nézzük, hogy mi lesz az eredmény. Először csak a gammát kapcsoljuk be, tehát a mű legyen nulla. Hát ezekkel, itt a számértékekkel nyilván játszottam, hogy szép legyen az ábra, mint itt például. Itt ugye, hogy is van a kezdő sebesség, az itt van, az nulla volt, tehát hozzátartozik a narancssárga görbe, a kezdő kitérés pedig egy volt, az a kék, tehát szépen lecseng az oszcilláció,
Ugyanígy, hogyha bekapcsolom, most ez itt a gamma legyen nulla, ez pedig a mű mondjuk 0,02, hogyha azt kapcsolom be, akkor is lecsengést látunk, csak egy kicsit másképpen, de koncentráljunk most a videó készítésre. Ehhez az előző program végére bemásoltam egy kódrészletet, ezt nem önállóan írtam, használtam ezt a dokumentációt, ami itt olvasható, illetve nekem egy telepítésre is szükség volt ahhoz, hogy ez a Spider verzió jól le tudja futtatni ezt a részt. Maga itt rendes MP4 fájlt fogunk létrehozni, ami oda fog kerülni a Python kód volt, és nevet is adhatunk neki, ezt itt adjuk meg. Itt elején metaadatokat is írhatunk, ami önnál a saját használatra nem különösebben lényeges. És hát megmutatom, hogy mi lesz az eredmény, akkor talán jobban érthető, hogy mit szeretnénk létrehozni. Tehát ez a piros pötty fog végigmenni az X, tehát a kitérés grafikonon. Valójában ő függőlegesen nem mozog, csak jobbra és balra. És még feketével behúztam az egyensúlyi helyzetet, amihez egyre közelebb kerül a mozgása során a test. És először itt ezeket a statikus részeket generáljuk le, tehát rajzolunk feketével egy függőleges vonalat, aztán fölrajzoljuk ugye magát a kékkel ezt az oszcillációs görbét, illetve definiálunk egy piros pöttyöt, aminek a koordinátái itt még nincsenek megadva. Itt megadjuk, hogy mi legyen a tengelyekre írva, illetve hogy maguk a tengelyek mettől meddig menjenek. Hát ez ugye ennek a függőleges része, ami az idő, az futni fog a későbbiekben, és a lényegi része ennek a videókészítő rutinnak az itt zajlik. Itt van egy ciklus, ahol egyrészt a tengelyeket eltolom, illetve annak a Y részét, ami a T-tengely, az definiálok egy változót, az X-et, ami tulajdonképpen a koordinátája lesz magának ennek az oszcilláló pontnak, az Y az csak annyit változik, amit a tengely mozog, és azután frissítjük ennek a piros körnek az adatait, ezzel az X-el és az Y-nal. Itt a 20-szal való eltolások csak azért vannak, hogy ne legyen, tehát egyébként nagyon sokáig tartana a videó, tehát ezért nem is írunk ki minden időpillanatban, itt van egy maradékos osztás, tehát minden 20. lépésben írjuk csak ki az időt, az X-et és a sebességet. Ehhez be kellett vezetnem ezt a steps változót, ami nulláról indul, és minden egyes számolási lépésben egyen növekszik, és amikor a 20-szal osztható, csak akkor írunk ki. És hát tulajdonképpen, amikor itt frissítettünk mindent, akkor ez a rutin, ez egy-egy képkockát fölvesz, amiket aztán szépen összefűz, abból lesz az MP4 fájl. Hát erről igazából minden részletet nem tudtam elmondani, de ebbe a videóban most csak ennyi fért bele, de ígérem, hogy folytatom, legközelebb összekapcsolunk különböző oszcillátorokat, szerintem az is érdekes lesz. Köszönöm a figyelmet, szervusztok!